A Bicskei Vajda János Technikum diákjai ismerkednek a Profitability logisztikai társasjátékkal a Hidrónál. A vállalat azután látta vendégül a középiskolásokat, hogy partnere lett a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubjának, amely 2022-ben életre hívta a játékot és egy bajnokságot, amelyben megmutathatták a fiatalok a logisztikai képességeiket. A legfőbb célunk, hogy pályorientációs jelleggel élmény alapú kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak, a centrumoknak, illetve a támogató vállalatoknak. A tavalyi versenysorozatunk egyik kiemelt támogatójánál járunk most éppen a Hydro Extrusionnél itt Székesfehérváron. Ők kiemelten kezelik azóta is ezt a missziót, és meglátták benne azt a potenciált, hogy milyen jó kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít ez a fiatalok és a vállalat között. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum oktatási intézményeiben már megtalálható a Profitability. A társasjáték a kompetenciák fejlesztésében segíthet sokat a diákok számára. Itt szabálykövetés, csoportmunka, egymás támogatása, tényleg egy csomó kompetenciát tudunk vele fejleszteni. Ez a társasjáték ugyan a logisztika köré épül, de pont ez emiatt a lehetőség miatt, hogy ennyi kompetenciát tud fejleszteni, bármilyen szakmát tanuló diákjaink számára segítség lehet, előnyös lehet, illetve a pályorientációt tudjuk vele segíteni. Szeretnénk felhasználni ezt a társasjátékot a digitális alkotóműhelyünkben. Az odalátogató fiataloknak tudunk biztosítani időt, lehetőséget, hogy kipróbálják magukat, és hogy érzékeljék, hogy mit jelent az, hogy logisztika. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum már kapott korábban ezekből a társasjátékokból a klubtól, a látogatás során pedig 5 Profitability-vel bővült az állomány a Hydro támogatásának köszönhetően. A gyárlátogatás és a játékkal ismerkedés nem csak a diákok számára volt hasznos. A Hydro számára stratégiai jelentőség az, hogy az oktatást támogassuk. Azáltal, hogy a diákok el tudnak jönni egy-egy gyárba, jelen esetben a Hydróba, és megnézni azt, hogy hogy néz ki egy termelés, hogy néz ki egy gyár a valóságban, nem csak tévében vagy hallomásból értesülni ezekről, ez nagyon fontos. Kedvet kaphatnak ahhoz, hogy ilyen területen helyezkedjenek el, hogy ilyen jellegű képzésben vegyenek részt a jövőben. A játék során árut kell szállítani kamionokkal, tulajdonképpen a valós életet, akár a Hidron belüli logisztikát szimulálja a társas, amellyel 4-en játszhatnak egyénileg vagy párosban. A játék időtartama 40-50 perc.